Impozáns látványt nyújt a magasból a szamos kraszna közé tározó vízbeeresztő műtárgya. Az árapasztó 60-80 cm-rel tudja csökkenteni a szamos vízszintjét árvíz idején. Átlagos mélysége 2,5 méter, háromszor akkora, mint a velencei tó. Hatása még a tiszán is érzékelhető. 17,5 milliárd forintba került a kialakítása. Méreteit tekintve a Szamos-Kraszna közi tározó a legnagyobb a megyében. Vízberesztő műtárgyán 12 óriási zsilip van, ezek egyenként 8 méter szélesek. Egy rendkívüli árhullám esetén ezeken keresztül engedik a vizet a Szamos folyó bólatározóba. Ez már a Beregi tározó, amely az emlékezetes 2001-es tarpai gátszakadás helyén épült. Az uniós forrás bevonásával kialakított árapasztó is jelentősen növeli a felső Tisza vidékén élők árvízi biztonságát. A saját beruházás 32 volt, ennek az értéke 12 milliárd forint, de ha a működési területet nézzük, összességében 63 milliárd forint értékű fejlesztés valósult, meg ennek nagyobb része irányító szervünk az országos vízügyi főigazgatóság pályázata révén. A legnagyobbak a tározók. Két tározót épített az országos vízügyi főigazgatóság, a Szamos Kraszna közét és a beregi tározót. A saját fejlesztéseink közül a beregi árvízvédelmi töltés a legnagyobb, a 6 milliárd forintos értékével. Nagyszabású beruházásokat valósított meg uniós forrásból a Szabolcát már Bereg megyei települési szilárd hulladék gazdálkodási társulás is, összesen 22 milliárd forintból. Nagy hangsúlyt fektettek az úgynevezett rekultivációs munkálatokra, amivel korábbi lerakók szennyezéseit szüntették meg, valamint tovább fejlesztették a megyei szelektív hulladékgyűjtést is. Szelektíven tudjuk gyűjteni a hulladékot a jövőben, illetve ezt két-három éve már itt tesszük a megye valamennyi pontján, ez gyűjtőedényzeket vásároltunk, szállítójárműveket, de tehát nem szabad megfeledkezni a lerakók létesítéséről sem, ami az első lépés volt, három nagy lerakót eh, valósított meg a, eh, a megyei fejlesztés, hulladékazdálkodási társulás, és eh, ennek eredményeképpen biztonságosan tudjuk elhelyezni a, a kommunális hulladékot. Magyarország összesen 8800 milliárd forintot fordított fejlesztésekre a 2007-2013-as un uniós költségvetési ciklusban, összegezte az eredményeket Lipők Sándor miniszteri biztos. Ezzel a nagyságrendű forrás felhasználással a régióban Magyarország az élen jár. A kiemelkedő eredmény annak köszönhető, hogy 2013 második felében a miniszterelnökség vette át ezt a irányítást, megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Üngyökség és maga a miniszterelnökség kapta meg a központi irányító szerepet. Az irányító, irányító hatóságok szerepét a minisztériumok vették át, így sikerült ezeket a projekteket fölgyorsítani a kifizetéseket, az elszámolásokat. A 2014-20-as uniós költségvetési időszak támogatási keretének 52 át már meghirdették. Március végéig 189 pályázati felhívás jelent meg.